Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Nyári Gáborral és Puzsér Róberttel a mikrofonok mögött. Az SMS számunk a szokásos 0630 011 0725. Ezen írhatjátok meg nekünk az impresszióitokat, bármilyen véleményeteket az elhangzottakkal, vagy az el nem hangzottakkal kapcsolatban. A mai adásban az eleve elrendelés és a szabad akarat ellentmondásáról, látszólagos vagy tényleges ellentmondásáról fogunk beszélni. A szabad akarat mellett és az eleve elrendelés mellett is végtelen ideig lehet érvelni, és végtelen mennyiségű érvet lehet felhozni, és végtelen mértékű tekintélyre lehet hivatkozni, és hallatlan mennyiségű könyvet lehet behivatkozni annak érdekében, hogy alátámasszuk ennek vagy annak a nézetnek az igazságát. Én azt hiszem, hogy valahogy a világról szerzett tudásunknak a két oldala, mint egy érme két oldala, a szabad akarat és az eleve elrendelés. Én azt hiszem, hogy az igazsághoz úgy jutunk a legközelebb, hogyha e között a kettő között feszülő nyilvánvaló ellentmondást mégis feloldjuk valamilyen formában, ahogyan a kettődés fej és a kettődés írás a 3D-s érmében már nem ellentmond, hanem mintegy kiegészíti egymást. Én úgy érzem, hogy ez az ellentmondás számomra könnyen feloldható. Én azt gondolom, hogy ez a két jelenség, ez egy teljesen más szkópban figyelhető meg. Tehát az, hogy te döntesz valamiben, és abban valóban szabadon dönthetsz, azok sokkal kisebb jelentőségű dolgok, mint az, ami a végén összesen a mindenségre nézve történik. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy te ma 7:30-kor mész haza, vagy 8:45-kor mész haza, és direkt vársz 15 percet a lépcsőházban, hogy bebizonyítsd a szabad akarat óriási erejét, de attól még a nap fel fog robbanni, és hát bocsánat, ha valaki ezt tőlem tudta meg. Meg egyébként már bocs, azért, hogy te bebizonyítsd a szabad akaratot, és ezért te vársz még 15 percet a lépcsőházban, mielőtt megérkezel. Ez vajon nem következik a te gyerekkorodból, nem következik a sejtjeidnek, meg az atomjaidnak, a kvarkjaidnak az összességéből, az egymásra való hatásából. Amúgy szerintem ez nem. De miért is nem? Tehát az, hogy én annyira jópofa gyerek vagyok, hogy azt gondolom, hogy megviccelem a végzetet azzal, hogy 15 percig a lépcsőházban maradok? Miért is a te viccességed az nincsen belekalkulálva az univerzumban? Pont azt gondolom, hogy akkor a személyiségemből következik, ami pedig következik. Azért ebben rengeteg randomizációs lehetőség van. Lehetett volna az, hogy a lépcsőházban valaki más olyan jópofa gyerek, hogy 15 percet. Hát, várjunk csak, Oszi. Itt két nappal ezelőtt én amellett, vagy azt találtam mondani, hogy a sakkban végtelen számú a variációk lehetősége, amire te kijavítottál, hogy nem, hát sajnos véges. Igen, most ez egy ugyanilyen szituáció. Az univerzumban szintén nem végtelen a lehetőségeknek a sora, szintén véges, lehet, hogy nagyobbak a számok, meg több az összetevő, de ugyanúgy egy véges rendszerről van szó, amelynek az összetevőiből törvényszerűen adódik az, hogy az az izzó mikor fog kiégni, hogy te mikor fogsz meghalni, mikor fogsz tüsszenteni, és viccesen mikor maradsz a lépcsőházban még 15 percig. Jó, de most igazából akkor amellett érvelünk, hogy nincs szabad akarat, mert nem dönthetek amellett, hogy mondjuk ebben a pillanatban sárkánnyá változom, a leeletem tüzével elégetlek titeket, és elröppenek a stúdióból. Ez egy valóban, zárt tér, itt való, nem tudsz igen, elröppenni. Igaz, meg nagyon fontos tűzvédelmi előírások, de hogy a rossz hírem az, hogy ez nyilván persze egy részben filozófiai, részben vallási, részben tudományos kérdés, de ha pusztán tudományos oldalról vizsgáljuk ezt a problémát, akkor ez a kérdés valójában eldőlt.
az agykutatók, illetve a viselkedéskutatók, illetve bizonyos pszichológiai iskolák szerint valóban nincsen szabad akarat. Akkor az elsősorban neked rossz híroszi, aki ebben a dologban hiszel. Na, egyébként én is hinni akarok haza benne, és azt gondolom, hogy igen, én is azt gondolom, hogy léteznie kell, és hogyha el akarjuk tolni ezt a beszélgetést egy ilyen egészen, hogy mondjam, ilyen vulgár tudománytalan irányba, akkor a kvantumok szintjén valóban van bizonytalanság, de állítólag a tudat szintjén nincs. Ennek a dolognak többféle rétege van. Van egy rész, nyilván egy fizikai dimenziója, amiről az imént beszéltünk, hogy nem döntetek úgy, hogy sárkánnyá változom. Van ennek a dolognak egy genetikai dimenziója, hogy bizonyos tudati, hangulati, érzésvilágbéli döntések eleve elrendeltettek, hiszen én valamilyennek meg lettem tervezve, és akkor inkább annak megfelelően döntök, ahogy azt a génjeim, vagy a génjeim nyomán felépített személyiségem ez már bele volt kódolva a születésem pillanatában. A harmadik ugyanilyen probléma a törzsi megfelelés, vagy a törzsi ösztönök kényszere, ami ugye arról szól, hogy a saját közösségem, illetve a törzsem védelmében és azok nyomában fellépő frusztrációk, szorongások okán is egyféleképpen fogok dönteni. Tehát hiába hiszem én azt, hogy azért döntök úgy, mert valójában az a döntés már sokkal később megszületett, és igazából ennek az elméletnek a legfontosabb állítása az, hogy amikor te elhatározod, hogy 3-4-6 helyett 4-7-kor indulsz haza, az a döntés nem ott születik meg, hanem jóval korábban. Lehet, hogy fél órával korábban, lehet, hogy már évekkel korábban megszületett, lehet, hogy már évezredekkel korábban megszületett ez a döntés a törzsi ösztönök nyomán. Nem, hát hogyha nincsen szabad akarat, akkor a világ teremtésének a pillanatában eldőlt, hogy az oszi fog várni még egy negyed órát, és utána indul el. Ez a helyzet. Az igazság, hogy teljesen mindegy, hogy az oszi vár-e negyed órát, vagy a már is szomszéd. Hogy lenne mindegy. A Máris szomszéd az egy teljesen más összetevője az univerzumnak. Ő neki teljesen más törvényszerűségei vannak, amelyek mozgatják. Bár a fizikai és a törzsi dimenziói azok neki is hasonlóak, bár az ő törzse nyilván más. Forma, semmi sem egyforma. Arról van szó, hogy most akkor ne hívjuk így, hogy a világ teremtése, hívjuk úgy, hogy ősrobbanás. A lényeg az, amikor az első golyó elindult, hogy a második golyót meglökje, bizonyos erővel, bizonyos irányból, abból a mozgásból, és a készletben meglévő összetevőknek az összességéből már minden következik, ami ezután fog történni. Mm-hmm. Jó, de akkor ebből mi következik? Nem azt jelenti, hogy tudhatod előre, mert olyan szintű kombinációk közül az egyik kombináció ez. Minden esetre ez már így fog megtörténni. Tudod, és hogyha azt mondod, hogy na, én akkor nem döntök, hanem földobok egy pénzt, vagy dobok a 100 oldalú kockával, ahogyan legyártották azt a kockát, amilyen erővel te azt eldobod, az vajon nem következik annak a kockának a történetéből, a te személyes történetedből. Nem. Ez viszont nincs így szerintem. Miért is ne lenne? Hát mert azt valóban nem tudod megjósolni, hogy a következő dobásaid milyen eredményt adnak. Hát te nem tudod megjósolni, mert nem rendelkezel azzal a számítógéppel, amelyik ilyen mennyiségű adatot tudna tárolni. Itt ebben tényleg van egy véletlen faktor, én ezért vezetem be azt, hogy teljesen mindegy, hogy ki az a jópofa ember, aki 15 percig vár a lépcsőházban. Nem számít, hogy kik játszanak valaha is fej vagy írást, mert olyan sokan fognak játszani, hogy az egyik felének írás lesz, a másiknak fej, és egyébként pedig nem számít az ő életük, a világ mindenség kezdete, vége és a nagyjából létrejövő időszakjai szempontjából. Tudod, mit nevezünk mi véletlennek? A véletlen az egy eufemizmus, amit arra használunk, amit nem tudunk kiszámítani, mert nem rendelkezünk az adatokkal oly mértékig, és nem rendelkezünk a számítási kapacitással oly mértékig, hogy ki tudjuk számolni, hogy igenis az, hogy te mit fogsz dobni azzal a kockával, az el van rendelve, csak olyan bonyolult képlet alapján, amit nem tudunk lekövetni. És erre mondjuk, hogy véletlen. Ez nem igaz, de mert belép valóban a kvantum bizonytalanság kérdése, tehát amikor azt a kockát eldobod, akkor ott olyan sokféle fizikai dimenziónak kell megfeleltetnem az elméletemet, ha valóban ki akarom számolni, hogy milyen eredményt kapok, vagy meg akarom előre jósolni, ami valóban megjósolhatatlan. Akkor viszont te amellett érvelsz, hogy van szabad akarat, nem, és nincs eleve érvelek, hogy nem, én amellett érvelek, hogy ki tudom szervezni a szabad akarat.
akaratomat. Tehát, nem hát tudok, az már a szabad akaratom. Ha nem tudok dönteni, és azt akarom, hogy helyettem a véletlen dimenzióiba száműzzem, vagy utaljam a döntésemet, akkor dobok egy kockával. Hát ez maga a szabad akarat. Ez azt jelenti, hogy van szabad akarat. Igen, de én döntenék valahogy, mert a saját predesztinációm szerint valamerre haladnék, de helyette előveszem Gábor, a kockát. Gábor, ne haragudj. Az, hogy te előveszed a kockát, az nem egy döntés. Az, hogy a kockára bízod a döntést, az nem egy döntés, az a te döntésed. Dönt helyettem, és a kvantum bizonytalanság dönt helyettem, és ennek a döntésnek megfelelően járom az utamat, vagy ezeknek a bizonytalanságoknak a mentén járom az utamat, akkor ez, ha nem is teljes értékű szabad akarat, de legalább egy kiszervezett szabad akarat. Az... Abban igazad van, hogy a kocka elővétele is az, hogy a kockára bízom a sorsomat és a szerencsémet, valóban eleve elrendelte. Szerintem teljesen fölösleges ide behozni a Heisenberget. A newtoni fizika alapján kiszámítható lenne, hogyha elég adatot, elég számítási kapacitással tudnánk kalkulálni, hogy hova fog esni az érme, vagy hogy hova fog esni a kocka. Attól a pillanattól, hogy eldobtad, onnan ki lehetne számolni, de hogy dobod el, azt te döntöd el. Nem ez egy onnantól el. Egy filozofikus szabad akarat. Nem döntöd utána... el. Nem döntöd el. A szüleid, a genetikád, a neveltetésed, mind-mind determinálják azt a mozdulatot, amivel eldobod. Az napi bizonytalanságot azt az előző pár óra, meg az egész életem kódolta bele abba a kézmozdulatot. Az egész struktúra egy zárt rendszer. Ezen a zárt rendszeren belül minden törvényszerűen elrendelt, hiszen véges számú összetevő és véges mértékű erő határozza meg. Így van, akkor a kultúrtörténetnek a morálról, a jogról, a filozófiáról, a pszichéről szóló tanításait sorra eltörölhetjük, hiszen semmiért nem kell, hogy felelősséget vállaljunk, hiszen minden eleve elrendelt. Hát ezért veszélyes ez a gondolat. Igen, sem Jézus Krisztus, sem Adolf Hitler nem felel a tetteiért. Mindkettőjük esetében eleve elrendelésről beszélhetünk. Ilyesformán felesleges őket számon kérni. Én azt hiszem, hogy bármiért Igen, ezért veszélyes gondolat, de akárhogy is. Alois Hitler nélkül, aki ok nélkül, alaptalanul, nap mint nap, a napirendbe illesztve ütötte, verte a kis Adolfot. Az első világháború nélkül, aminek a poklában kovácsolódott az akarat, amely a Leni Riefenstahl filmjében diadalra jut. Enélkül elképzelhető Adolf Hitler, elképzelhető a nemzeti szocializmus. Nem, de hát ezek is meg voltak írva a sors könyvében, ahogy a Hitler című fejezet is. Csak lehetett volna ez az Adolf Hitler már is szomszéd is, hogy ismét nem a te elképzelésedet ezekről a fogalmakról szeretném módosítani, kiegészíteni, hogy rosszul mondtad el azt, amit te gondolsz, hanem most azt mondom, Robi, amit én gondolok. Csak hogy értsd. Mansplaining. Hogy lehetett volna az bárki, mert az egy nagy tömegbe bele van kódolva, hogy időnként nem fogják kibírni egymást, időnként pedig egymás vállára borulva szeretgetik egymást könycseppek között, mert ez hullámzik. De annak a jelentéktelensége, hogy éle az ember egyáltalán a Földön, az ilyen óriási a jelentéktelensége. Nagyon igen, kicsi a jelentősége. Én meg azt hiszem, hogy minden létezésnek, vagy úgy mondom, hogy minden létezőnek, ami a létezésbe avatva van, egyenlő a jelentősége. Nem igaz, hogy egy csillag felrobbanásának nagyobb jelentősége lenne, mint egy abortusznak, vagy mint annak, hogy valaki egyszerűen csak nem kapja meg a pályázatban megpályázott pénzt. Én azt hiszem, hogy a létezésben, mert csak a perspektívának a függvénye az, hogy mit tekintünk jelentősnek, és mit tekintünk jelentéktelennek. Tudunk venni egy sokkal nagyobb perspektívát, amelyből nézve egy csillagnak a pusztulása az végtelenül jelentéktelen, és tudunk nézni egy olyan szűk perspektívát, amelyből nézve egy embernek a bosszúsága végtelenül jelentős. Jó, tehát akkor ahogy az mivel, hogy egy fraktálban vagyunk, és végtelen a fraktál, és végtelenül csavarodik befelé és kifelé egyaránt, ezért aztán minden relatív, és minden csak a perspektíva függvénye. Ilyesformán, tehát ahogy az univerzumnak sincs kitüntetett pontja és nincsen közepe, így a történeti eseményeknek sincs kitüntetett állapota, pillanata, személyisége vagy eseménye. Én azt hiszem, hogy ez így. És ezért gondolom azt, hogy a szabad akarat a mi perspektívánkból, hogy emberek vagyunk, ebben a korban élünk, számít, hogy mivel foglalkozunk a többi élő ember szempontjából, ez így fontos, és erre van szabad ráhatásunk, hogy ennek mi a kimenetele, de jóval messzebb menve a nem befele a
a atomi szintig, mert a fölött mi rendelkezünk, rengeteg atom fölött rendelkezel, amikor megfésülöd a hajad, akkor így rendet teszel egész világokban, és te vagy az Isten, és ott megteremted azt a hajszálat balra fésülve, és az ott leél egy egész ilyen, egy egész őstörténeti korszaknak megfelelő évmilliárdokat azoknak az atomoknak a szempontjából, majd másnap a másik irányba fésülöd. De ugyanilyen jelentéktelen vagy te a világ mindenség szempontjából, nem a bolygó szempontjából, tehát a bolygó szempontjából azért az számít, hogy te hogyan döntesz és hogyan viselkedsz. Szerintem... számít a bolygó szempontjából a következő, mit tudom én, 500 ezer év távlatában. A következő 70 millió év távlatában az sem számít, hogy itt most azonnal minden kő alajat elégetünk és ráhányunk egyet. Mert addigra ez a bolygó kicserélődik egy sokkal nagyobb kipusztulási esemény által, de ugyanazok az atomok fognak ezen a bolygón létezni, ugyanakkor a darabszámban. Na most a kérdést sem foglalkozott tudományos irodalom szerint két probléma feszülít egymásnak. Az egyik ugye a pesszimista olvasat, ami szerint egyszerre vagyunk állatok, tehát az ösztöneinknek engedelmeskedő, illetve az ösztöneinknek alárendelt élőlények, gondolkodni, vagy hát képtelen, vagy önreflexióra képtelen élőlények, másfelől pedig rendkívül intelligens biorobotok, amik ugye szintén az intelligenciájuk ellenére mégiscsak a belül kódolt programnak megfelelően működnek, és döntenek látszólag, valójában pedig a programnak megfelelően működnek és cselekszenek. Ezzel szemben létezik ennek a problémának egy optimista olvasata is, amely szerint azért ennél jóval többről van szó. Az igazi gondot valójában az okozza, hogy a törzsi ösztönök nem változtak az elmúlt, nem tudom, 10, 20, 30, 40, 50 ezer éve, amióta a Homo sapiens a Földön jár. Vagyis a családunk, a törzsünk, a közösségünk, legyen szó egy, nem tudom, egy futballklubról, amiért rajongunk, vagy egy filmről, amit szeretünk, és nem szeretjük, hogyha mások bántják, vagy kritizálják. Védelmében ugyanazok a kőkorszaki ösztönök lépnek életbe, amikor valaki bántja, vagy kritizálja, vagy megkérdőjelezi a sikerességüket, vagy nagyszerűségüket, vagy a létjogosultságukat, mint 70 ezer évvel ezelőtt, amikor a törzsünket támadta mondjuk meg egy másik törzs. Vagyis, hogy valójában még mindig kőkorszaki módon működünk. Ugyanakkor az ember meg ha nincs is feltétlenül szabad akarata, a rendelkezésre áll a tanulás képessége, és a tanulás képessége nyomán, meg az önreflexió képessége nyomán, meg talán a megértés képessége nyomán egyre több és több választási lehetőséget tud teremteni maga köré. Vagyis, ha nem is feltétlenül aszerint választunk, amit szabad akaratnak hívunk, hogyha tudatosan tágítjuk a szabad akarat kérdésének a lehetőséget, vagy a szabad akarat működésének a lehetőségét, vagyis minél több választási lehetőséget teremtünk magunk köré, akkor mégiscsak beszélhetünk valamiféle, ha nem is teljesen szabad, de legalább jobban struktúrált és szélesebb választási lehetőség csomagban. Sokkal színesebb forma, amit kiad az, ha valaki 17 dologból választhat, mintha fej vagy írásból, igen, és sokkal színesebb, ha 150-ből. És a probléma valójában azzal van, hogy a legtöbb esetben nem a csomaghoz nyúlunk, amikor dönteni akarunk, hanem ezek a törzsi ösztönök működnek, vagy lépnek életbe, és amellé rendeljük a magyarázatainkat, hogy miért engedelmeskedünk a törzsi ösztöneinknek, ahelyett, hogy a csomagból akarnánk választani. Vagyis előbb rendelünk nagyon okos és nagyon fontos érveket amellé, hogy miért jó a mi filmünk, még akkor is, ha egyébként tudjuk róla a lelkünk mélyén, hogy valójában egy idejét múlt szar és okkal kritizálható filmet vettünk védelmünkbe, de miután a generációnknak, a nemzedékünknek ez egy fontos alkotása, ezért csak azért is rendelek mellé egy csomó látszólag intellektuális érvet, hogy védelembe vegyem. Valójában a törzsi ösztön működik ilyenkor, de ha minél több választási, ha figyelek arra, hogy sok választási lehetőségem legyen, talán toleránsabb leszek magammal szemben is, és azokkal szemben is, akik a vélelmezett csoportomat kritizálják, vagy kritizálni merik. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM 87.6-on. A szabad akaratról és vagy az eleve elrendelésről beszélgetünk, és már többször elhangzott, hogy valószínűleg más szkópban, más kontextusban működik az, hogy hogy teljesen nyugodtan rá tudunk bólítani arra, hogy igen, e fölött, ebben a kontextusban szabad akaratunk van, és egy másik kontextusban, egy másik nézőponton, ennek a világ fraktáljának, az atomoktól
a csillagokig terjedő skálán, és ezen a skálán egy teljesen más levelen, pedig azt mondod, hogy ezen a levelen eleve elrendeltetett. Aztán máshogy is megvizsgálhatjuk itt az, a nyári próbált a tudományhoz folyamodni, és amennyiben tudományosan próbáljuk megfogalmazni, hogy van vagy nincsen szabad akarat, vagy eleve elrendelés van, vagy éppen nincsen. Azt gondolom, hogy ebben akár egy igazságra is lehet jutni valamelyik térben. Tehát a mennyi időre és mekkora térre, vagy a mikrokozmosztól az univerzumig milyen térre vonatkozóan. Ugyanakkor filozofikusan is hozzá lehet állni, hogy valóban te döntöttél, na de mennyit számít az a döntésed. Ebben viszont azt gondolom, nem lesz senkinek igaza, de megéri beszélgetni róla. Itt alapvetően kétféle megközelítés van. Van egy ismeretelméleti megközelítés, ami alapján a megismerés eszközével élünk, és a realitást vizsgáljuk, és az arra vonatkozó igazságot kutatjuk. És van egy morális megközelítés, ahol meg, hát, hogy mondjam, egy erkölcsi alapon egy értékítéletet fogalmazunk meg. Na most, amikor az előbb elhangzottak érvek arra vonatkozóan, hogy nincs szabad akarat, akkor a Gábor azzal ellenérvelt, hogy na de hát akkor ebből mi következik? Az, hogy nincs is felelősség? Nem ellenérveltem, csak felvetettem egy újabb kérdést. Igen, csak tudod, arról van szó, hogy egy csomó olyan igazságot ismerünk, aminek nagyon rossz a hatása, vagy nagyon veszélyes a következménye. Én nem akarunk egy olyan világban élni, ahol az Isten halott. Nietzsche viszont azt állította, hogy az Isten halott. Erre nem jó ellenérv az, hogy én viszont nem szeretnék egy ilyen világban élni. Erre érveket kéne hozni, hogyha az Isten halott, akkor esetleg a létezésnek igen, is össze kellett volna omlani. Igen, csak saját farkába harapó kígyó, mert hogyha a következő pillanatban azt a kérdést vizsgálom, hogy ha nincs szabad akarat, akkor a, nem tudom, a Jeffrey Dahmer nevű sorozatgyilkos tettei is valójában abból a Matrixból, vagy abból a fraktálból következnek, amit az imént felvázoltunk, vagyis Jeffrey Dahmer személyesen nem okolható a tetteiért, akkor a következő kérdés az lesz nyilván, hogy akkor ki és miért okolható egyáltalán a tetteiért egyáltalán. Morálról beszélhetünk-e abban az esetben, hogyha akár morálfilozófiai, akár tudományos oldalról megközelítve nincs szabad akarat. De a következő kérdése meg már az lesz, hogy akkor ez a beszélgetés, amit itt folytatunk, annak van-e valamiféle relevanciája a szabad akarat szempontjából? Nyilván nincs. Mm-hmm. Akkor az is elrendeltetett valahol és valamikor sok millió évvel ezelőtt, hogy mi erről a témáról itt most beszéljünk. Látszólag a szabad akaratunkból, gyakorlatilag pedig azért, mert a dolog valamikor predesztinálódott a távoli múltban, talán az ősrobbanás pillanatában. De teljesen mindegy, hogy a Jeffrey Dahmer, azt hiszem, ezt a kifejezést, ezt a pszichopata sorozatgyilkost idézted ide, hogy ő számon kérhető-e a tetteiért, vagy sem, felelős-e a tetteiért, vagy sem, mert valójában csak egy dolog számít, hogy veszélyes a társadalomra. És ha veszélyes a társadalomra, el kell őt szigetelni. Ennyi. Tudod, de ez nagyjából nagyon cínikus, ennyi. Így azt gondolom. Akkor azt mondjuk, hogy a morál, az összes társadalmi szerződés minden valójában csak álca, és pusztán a védelmünket szolgálja. Nem lehet, hogy inkább csak arról van szó, hogy ha nincs is szabad akarat, létezik a szabad akaratnak az illúziója, ennyi van, ezzel kell valamit kezdenünk, és ezt az illúziót meg, hogy mondjam, tiszteletben kell tartanunk, akármennyire is illúzió. Szerintem a szabad akarat illúziójának a kérdése a legfontosabb, és ez az, amiről az előző blokkot lezártuk. Mégpedig az, hogy nagyon sok döntésünket a törzsünk védelmében hozzuk meg, látszólag szabad akaratból, látszólag intellektuális érvek mentén, valójában azért, mert féltjük a törzsünket, féltjük a társadalmi pozíciónkat. Egyébként van még egy fontos szempont, megint csak tudományos szempont, amit még nem hoztunk szóba, ez pedig a szociális dimenzió, ami természetesen rokon a törzsi ösztönöknek, de annál talán nagyobb volumenű. Ez pedig az, hogy ez is egy ilyen szociológiai közhely, hogy tudjuk jól, hogy mindenki nagyjából egyet léphet előre, illetve hátra a társadalmi ranglétrán. Tehát az, hogy te milyen körülmények közé születsz, kik a szüleid, mi a foglalkozásuk, az nagyjából determinálja azt is, hogy te milyen társadalmi pozíciót fogsz elfoglalni mondjuk 20 év múlva. Látszólag a te döntéseid mentén halad előre megint csak a történet, te a kezdetekkor még a szüleid döntése mentén, vagyis hogy milyen általános iskolába jársz, milyen középiskolába jársz, milyen eredménnyel érettségizel, hova felvételizel, utána milyen munkát
munkába fogsz bele, de ezek is valójában eleve elrendeltek, és nagyon kevés ilyen pillanat van a szociális sors történetben, amiről azt állíthatnánk, hogy az valóban az én döntésem volt. Ha lázadok, és azért lázadok, mert nem akarom a szüleim útját járni, az is valamiféleképpen következik, egyébként a társadalomtudósok szerint is a szüleim által elfoglalt társadalmi pozícióból. Ahogy hallgatlak titeket beszélni, én folyamatosan úgy érzem, hogy ilyen patchwork mondatok állnak össze, amelyeknek az egyik mondat része az az univerzum levelhez tartozik, a másik az űrhöz, a harmadik a térhez, amelyben élünk, a negyedik meg az atomi térhez, és ez így azt gondolom olyan, mintha nem lenne az alany és az állítmány egyeztetve. Tehát nincsen a téridő egyeztetve a mondaton belül. Amikor azt mondod, hogy mit tudom én, a végtelenségről van-e értelme beszélnünk, az nekem nagyon vicces, mert ha a végtelenséget értjük az alatt, amit vizsgálunk, akkor az értelemnek szinte alig van értelme, és a beszédnek alig van értelme. Tehát a végtelenség szempontjából a beszéd képessége, amellyel mi megtárgyaljuk, banális eszköz. Mint ahogy bizonyos lelki állapotokban a beszéd egy bénaság. Értsd ezt úgy, hogy egy nem képesség a valaminek az elmondására, mert olyat élsz át, amiről... Nincsenek szavak, a Facebook kommentelők mondják, amikor valójában vannak szavak, hiszen ez a két szó már... Igen, erre szoktam azt mondani, hogy csak nem nálad vannak, hanem Radnóti Miklósnál voltak például. Tehát, hogy akadnak szavak, csak az a gond, hogy ezekből a szavakból 20 év munka kell, hogy azt a pillanatot, amit időnként megélsz, azt megértesd másokkal, ha ők nem élték át, mert vannak ilyen élmények, és nem az ejtőernyőzésre, meg a bungee jumpingra gondolok. Szóval ez is ilyen, a morális baromi érdekes, hogy valójában jelentéktelen, de tudod, ez gonosz dolog most így hallani, de én nem a mi kontextusunkban mondom jelentéktelennek, hanem a mindenség szempontjából. Ugyanakkor az baromi fontos látni, hogy mi viszont itt élünk, nekünk itt kell élnünk, nekünk ez az idő a lassú, nekünk az életünk telik el rengeteg szenvedéssel, vagy rengeteg örömmel, de minden esetre nagyon lassan és nagyon sok történéssel, és erre az életre viszont van ráhatásunk, és ebben az életben számít a morál, és ebben az életben számít az, hogy te hogy tudsz együttműködni a veled együtt élő emberiséggel. Majd kipusztulunk, de az, hogy mi kipusztulunk, az nem a mi dolgunk, nem a mi szkópunkban. Én meg azért nem gondolom cinikusnak a dumámat, Gábor, hogy teljesen mindegy, hogy a sorozatgyilkos az a számunk érhető-e vagy sem, mert nekünk annyi a dolgunk, hogy elszigeteljük tőle a társadalmunkat, mert veszélyes ránk. Ha van szabad akarata, ha nincs, ha el van rendelve, hogy ő egy sorozatgyilkos, ha nincs, mert ebből pont az következik, annak a birtokában sem vagyunk, hogy létezik-e szabad akarat, vagy létezik-e levelrendelés, ne akarjunk mi büntetni, ne akarjunk mi igazságot szolgáltatni, ahogy nagy mellénnyel előadja az állam, amelyik hát olyan fél évszázadonként kiírt különböző népcsoportokat, hogy ő majd igazságot szolgáltat. Nincs az igazság birtokában, hogy igazságot szolgáltasson, még a szabad akarat vagy eleve elrendelés kérdésének a birtokában vagy megválaszolásának a képességével sem rendelkezünk. A legtöbb, amit tehetünk, az az, hogy elszigeteljük őt magunktól, és az ítélkezést meg az igazságszolgáltatást azt meg rábízzuk a transzcendensre, amelyik a birtokában van annak a tudásnak, amely belőlünk hiányzik. Akkor lehet, hogy félreértetően fogalmaztam, én ugyanis hiszek a szabad akaratban. A szabad akarat illúziójában egyébként mindenképpen. Ezért mondtam, hogy ez az állítás cinikus, és szerintem pont a te szádból cinikus ráadásul, aki szerintem szintén hiszel a szabad akaratban, vagy valamilyen formájában egyébként mindenképpen hiszel, azt gondolom, vagy akkor nem ismerlek elég jól. Amelyik érveket éppen felsorolom a fejemben, abban hiszek, tudod. Fél órán keresztül tudok érvelni a szabad akarat mellett úgy, hogy a végére elhiszem, és ugyanígy fél órán keresztül tudok érvelni az elrendelés mellett, hogy a végére elhiggyem. Én is, az Oszi is, meg a hallgatói is talán ennél határozottabb csávónak ismertek meg. Hogy vannak bizonyos kérdések, ahol nem kell minden áron át vagy bét mondani, nem? Hát most mi, amit helyet cseréltünk volna? Én most csalódtam egy picit, de direkt negyed órával később csalódtam. Addig vártam. Nem te vártál, az univerzum várásra késztetett. És vajon most az univerzum döntött úgy, hogy szerepet cserélünk? Vagy egyszerre döntöttünk úgy, hogy szabad akaratunkból, én most egy picit puzsérabb vagyok, te egy picit nyári
odáig vagy a kelleténél. De, van egy de lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy hatunk egymásra, és időről időre én legalábbis megfigyeltem barátaimmal, akikkel sok időt töltöttem együtt, és sok szellemi kalandot éltem át, hogy időről időre térfelet váltunk. Időről időre átveszük egymás szerepét, mert hogy az egész valójában szerepjáték, és hogy valójában ez a diskurzus nem arról szól, hogy én megacélozzam magam a te érveidnek a tüzében, hanem arról szól, hogy elsajátítsam a te érvrendszeredet, és az empátia által Hossz, beintegráljam ez a magamébe. Ez a csávó? Nem tudom, egy nagyon furán viselkedik. Nekem van egy kis példám arra, hogy én miért gondolom azt, hogy egyébként mi nem számítunk. És gondolj bele abba, hogy te eldobsz egy ilyen kis baseball labdát, tudod, ez egy ilyen kemény, nehéz labda, ledobod, pattan kettőt, azt így el is felejtheted. Ha ezt a labdát te eldobod, ennek a labdának atomjai vannak, és annak azoknak elektronjai vannak, amelyek nagyjából ugyanazok az atomok és elektronok maradnak, mire az a labda földet ér. Néhány a felületén ki fog cserélődni, néhány elektron szabadabb, mint az atomnak a kötöttebb részei, azok ott a levegő töltésében elvesznek, de mire földet ér, fölvesznek másikat, mert nyilván nem fog ionizálódni a labda attól, hogy eldobtad a szobádban, azért ennyire nem dobsz jól. Valójában nem történik semmi, az a labda, marad, pedig az a labda mire földet ért, végtelenszer döntött a szabad akaratából az elektron szintjén, hogy ó, itt egy szabad helyi érték, akkor én ide becsúszom. Jaj, én ide kötök, én ide rátöltök. Ó, nézd, ott van egy kis mi az a gyanta anyag, az elektron. Amiben a szúnyogot megtalálják a Jurassic Parkban. Borostyán. Az. Jaj, egy kis borostyán, hát az elektron nagyon szereti, arról van elnevezve. És akkor így, hát akkor megölelgetem, és az lejön a labdáról, de attól te még egy labdát dobtál a földre. Na most így a mi földgolyónk, sőt az egész naprendszerünk, az egy ilyen labda, az ellet dobva, szó szerint, azt, hogy ki dobta el, az a vallás kérdése, de hogy ez repül, és majd földet ér, és teljesen mindegy lesz, hogy én vártam-e negyed órát a lépcsőházban, és mindenképpen valaki fog várni negyed órát a lépcsőházban, mert ha a mi naprendszerünk mondjuk egy labda, akkor a mi Budapestünk az csak egy ráfagyott ilyen jégvirág, ami mindenképpen létrejön, és valahol Érden a város szélén lesz az utolsó kis ága, mert az az utolsó ház rajta, és a közepén vastagabb lesz, mert a belvárosban építettünk magas épületeket is, de hát ez egy hópehely. Ha viszont a Föld egy labda, amit eldobtunk, és egyszer majd földet ér, akkor a Föld alig, ha nem maga a nap. Amely, hát a földet érés az pedig a napba való, hát meglehetősen forró belezuhanás, beleolvadás. Vagy ahogy ami vár a földbolygóra. A kineszi hosszú távon mindannyian meghalunk, a gazdaságfilozófia problémája. Ugye a hosszú távú közgazdaságtani folyamatok bírálata volt ez a mondat, hogy igen, hosszú távon mindannyian meghalunk. Tehát, hogy felesleges nagyon hosszú távú közgazdasági folyamatokról beszélni, mert hogy ez minket nem érint, illetve ez ilyen olyan fogadás, aminek valójában nincsen alapja, vagy nincsen tétje, vagy ezek olyan állítások, amik mögé nem lehet valódi érveket, vagy tapasztalatokat, vagy bizonyítékokat rendelni. De erről nekem egyébként az jutott eszembe, hogy igen, tehát hogy ez egy nagyon jó példa, és egy nagyon jól hangzó összevetés, de talán az a különbség mégiscsak megvan, hogy az eldobott labdában található atomok és elektronok és egyéb elemi részecskéknek nincs meg a képességük az önreflexivitásra, tehát hogy nem tudnak arról, hogy ők vannak, és nem tudnak arról, hogy ők most éppen a térnek egy másik pontján helyezkednek el. Míg mi, hát ha mással nem is, de legalább az önreflexió képességével, vagy a külvilág érzékelésének képességével, ha korlátozottan is, de rendelkezünk. Aminek nyomán, ha a külvilág körülöttünk változik, az kivált belőlünk bizonyos emóciókat, illetve alkalmasint gondolatokat is. Na most, ha nekem fáj valami, vagy éppen jól érzem magam valamitől, vagy nem tudom, vagy szorongok, vagy tartok a jövőtől, vagy éppen hiszek a jövőben és épp reménykedem, akkor igenis van valamiféle viszonyom az univerzumhoz. Ilyesformán talán
talán, hogy mondjam, jár nekem a szabad akarat képessége is. Én itt érzem a dolgot, vagy az elméletet egy picit mondjam, elhibázottnak, vagy talán igazságtalannak, nem is feltétlenül morális szempontból, hanem pusztán ilyen, nem tudom, energetikai szempontból, hogyha rendelkezem az önreflexivitással, akkor hadd legyen valamiféle képességem arra is, hogy erre a világra hassak. Ne csak eleve erre. Erre a világra hathatsz. Erre mondom, hogy nekünk itt kell élnünk és meghalnunk, és ennyi idő van. A saját téridő, hogy mondjam, környezeteden belül tényleg itt van dolgod, és akkor dolgod is van, de ha ezt így kinagyítjuk, akkor meg nincsen. Kaptunk egy nagyon, nagyon erős, nagyon értékes SMS-t, én úgy gondolom. Abszolút van értelme Heisenberget behozni, írja a hallgató, már csak azért is, mert a kísérletek elidegeníthetetlenek saját befolyásolásuktól, amelyet puszta elvégzésükkel okoz a fatalista vagy kevésbé fatalista kísérletezőnk. Ilyen a szabad akarat is, ezért sem tagadása, sem pedig totális mi volt a nem bizonyítható, amit viszont minden vallás ki is használ, méghozzá szinte kivétel nélkül a szabad akarat szerintük lehetséges terjedelmének ellenében. Az is bizonyítható, hogy ebben tévednek újra és újra, illetve hogy mindig van pár milliárd kollaterális emlős állat, aki ebből képtelen tanulni. Írja a hallgató. Kire gondolhat? A másik hallgató azt írja, ha eleve elrendelésről beszélünk, akkor lennie kell valaminek vagy valakinek, aki vagy ami elrendelte a történéseket. Nem kell. Ő volt az is, aki mindent teremtett. Hát én meg azt gondolom, létezik az a valami, ami ezt mindezt elrendelte. Ez a létezés, amely minden létezőt tartalmaz. Én azt gondolom, hogy ez, és innentől kezdve meg már vallás, a vallás határán vagyunk. Hogyha rendelt el valami, vagy valaki? A létezés az nem létezik. Amennyiben a fraktálszerű működésben hiszünk, akkor nincs eleje. Minden, ami létezik, az a létezésen belül van, maga a létezés, és ugye a létezés pont ezért minden, ami létezik, az valaha nem volt, és egyszer majd nem lesz. Ugyanezt nem mondható el a létezésről, ami mindig is volt, és mindig is lesz. Nem tudom, egy fraktál tartalmazza magát a fraktált a maga teljességében. Ugyanakkor a teljes fraktál is csak része a teljes fraktálnak. Tehát én nem gondolom feltétlenül, hogy kellene lennie egy kezdetleg, vagy egy első mozgatónak. Ugye ezek ugye talán a Tamásféle istenérvek. De én szerintem ebből a logikából nem következik az első mozgató. Én egy picit rosszul érzem magam itt társadalmi elektronként szeretném megvédeni a biológiai elektronokat. Azt mondod, hogy ők nem tudnak a saját létezésükről, és ez tök érdekes, hogy ennek a... Csak gondoljatok abba bele, hogy ahogy az atom körül az elektronok, úgy az érdekes emberek körül a többiek, úgy a bolygók körül a holdak, és a napok körül a bolygók, minden egymás körül kering, és ez tényleg egy fraktálszerű dolog. De milyen érdekes, hogy mi itt azt gondoljuk, hogy a közepe vagyunk az egésznek. Itt elhangzott a műsorban, hogy nem, csak egyébként általában az ember azt gondolja, hogy ő mindenről mindent tud. Szerintem én igen. És akkor az elektron nem ruházza fel a tudat képességével, de az univerzumot viszont igen, az tudatosan teremtett bennünket, és így megtervezte. Ami természetesen egy érvényes hit, és lehet, hogy így van, de nem gondolom, hogy erről érvek alapján kellene meggyőződni, hanem erről így meg kéne csak győződni, hogy akkor ezt elhitted, és akkor úgy élsz, hogy az úgy van. Kaptunk egy üzenetet, ami nem kifejezetten tartozik ide, nem pont ehhez szól hozzá, de annyira jó, hogy muszáj felolvasnom. Mi volt az a szám 344-nél? Azt kérdezi? Robi, hozzá tejet és kenyeret. Az ember félúton van az állatok és Isten között. Meg lehet próbálni az Istenhez közelíteni, tudván, hogy esélyünk sincs az elérésére. Viszont ha meg sem próbálunk közelíteni hozzá, garantáltan lesüllyedünk az állatok szintjére vagy az alá. Ja, itt arról van szó, hogy az ember nem érheti el a numinózumot, de hogyha lemond ennek az igényéről, akkor az ösztönvilágba vész. És ebben szerintem nagy igazságtartalma van ennek, amit írt nekünk hallgató. És amúgy az eleve elrendeltetett, hogy egy bizonyos szintnél állatabb úgy sem leszel, és egy bizonyos szintnél megistenültebb, meg szintén nem. Hol rendeltetett el? Auschwitzban? Nem, szerintem ez egy az ember képességei lefele és felfele. Hát én azt hiszem, hogy végtelenek a lehetőségek lefelé és felfelé. Én azt hiszem, hogy beláthatatlanok a lehetőségek. Azt hiszem, hogy
az ember korábban is azt gondolta, hogy nincs lehetőség a megistenülésre, de hát a vallás ismer, számos vallás ismer Isten embereket. Van egy. És azt hiszem, hogy a démon embereket, meg a modern kor története tartja számon. Meg az ilyen farkasok által nevelt, tudod, ilyen mauglikat, de nem az ilyen kiplingi értelemben, ami egy jó regény, hanem aki tényleg ott lett hagyva az erdőben, és megtalálod 30 évesen, és huhog, és üvölt, és nyers húst eszik, és négy kézláb szalad, és ha valaki ennyire közel lehet az állathoz, és nem olyan értelemben, hogy mint egy pszichopata a társadalomban él, és állatokat öl, hanem visszament a természetbe állatnak lenni, és úgy bizonyult, hogy tökéletesen alkalmas rá, akkor ugyanez az ember ennek az ellenkező is alkalmas. Igen, lehet. De én azt hiszem, hogy a szisztematikus tömeggyilkosság, ami ideológiai alapon zajlik, az az állatvilág alá zülleszti az embert. Azt gondolom, hogy az állatvilágot, az állatvilágot természetesen az ösztönök mozgatják, amikor azonban az ösztönvilág az ideológiává válik, kvázi az ösztön démoni természetét felemeljük az isteni szférába, és hát a, hogy mondjam, szétsugározzuk ezt a sötét fényt, ez azt hiszem, hogy az ember démoni természetét idézte meg, és a 20. század nagyjából erről szólt. Sziasztok, Dani vagyok, és szeretném kérni Sakirától azt a vaka-vakásat. Dani, jó lenne, ha megértenéd, hogy a kívánság műsor olyan szó összetétel, mint a békeharc. Vagy kívánság, vagy műsor. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. A szabad akarat és az eleve elrendelés kérdését boncolgatjuk a mai adásban. Bárminek. Kaptunk üzenetet erre vonatkozóan. Azt írja a hallgató, a szabad akarat egy nagyon praktikus, ám annál tévesebb abstrakcióból származik, a különálló és független énből. Ilyen nincs. De mivel egy adott bűn vagy jó tett értékelésénél technikailag visszafejthetetlen, fajsúlyozottan minden hatás értékelése, jobb híján az adott cselekedet elkövetőjét tesszük felelőssé. Minden interakciónak hatása van, csak nem azonnal. Ez nem azt jelenti, hogy nincs felelősség, ez pontosan azt jelenti, hogy minden cselekedetért felelős vagy. És igen, hogy minden cselekedetedért felelős vagy, és különösen szerencsés az az ember, aki a közösségi normáknak megfelelően képes és hajlamos cselekedni. Nagy hatalommal nem az önigazolás kényelme, hanem éppen, hogy nagy felelősség jár. Azt hiszem, hogy a Peter Parkernek a nagypapája, nagybácsia mondta ezt. Írja Ádám nekünk. Érdekes, hogy valóban mekkora tapsot kap a góllövő, és mennyivel kisebb jelentősége van a gólpasszt leadónak. Hát meg a sweatshopban labdát összevarrónak. Szerintem ő is részt vesz az akcióban. Vagy annak, aki ápolta és nyírta a gyepet. Vagy aki ápolta és nyírta a gólpaszt adót. Vagy az Elektronnak, ha ezt a labdát a nyári eldobja a szobában. Azt írja a hallgató, úgy érzem, József Attila egyetért Robival, hát inkább én értenék egyet József Attilával, ha szabad. Két hexameter? Ez a verszak összefoglalja fél-fél óra pro és kontra érvelését, nem. Nem a két hexameter? Nem. Pedig az ide vág? Nem, és nem foglalja össze. Nem tudom, melyikre mondta a nemet a Robi, bár mindegy. És egy másik József Attila. Akár egy halom hasított fahever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindegyik determinált. Csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, az a világ, ami van, széthull darabokra, írja a költő. Csak ami lesz, az a virág. Igen, a virág, igen, valóban. Szóval, hogy ugye itt arról van szó, hogy a pillanat, a létezés, az egy illúzió. Az a májáfátyla, ugye? Amit tulajdonképpen az én képez, amely én az embernek egy, hogy mondjam, egy szükséges abstrakció ahhoz, hogy a létezésben a maga helyét elfoglalja. De hogy valójában az én illúziója képezi a körülvevő létezőknek a fogalmi hálóját, amibe az ember önmagát elhelyezi, és amiben az ember az okokozati összefüggéseket fölfejti. Most
Én egy pillanatra még visszakanyarodnék egyébként az Oszi példájához, mármint az eldobott labda és a benne található elektronok példájához, hogy akkor felvetődik ugye abban az esetben az a morális, akkor is felvetődik a morális felelősség, amikor mondjuk elnyomok egy szúnyogot vagy egy muslicát. Hiszen akkor a teremtésből ölök meg egy darabot, illetve nem tudhatom, én látszólag hatalmasabb, erősebb, okosabb, intelligensebb, a külvilágra jobban hatni képes, illetve jobban reflektálni tudó, teremteni és érezni, sokkal struktúráltabban tudó lényként, hogy amikor megölöm a muslicát, valójában mit pusztítok el. Egyébként van egy talán méltán elhallgatott, de mindenképpen nagyon izgalmas magyar író, Nemere István, ugye, akiről tudni kell, hogy többszörös rekorder, hiszen a legtermékenyebb szerző a világon valami 700 valahány kötettel, átlagosan 2-3 könyvet ír per hét. És ez nem megy rá a minőségre? Hát de természetesen igen, ezért mondom azt, hogy talán méltán mellőzött, de ettől függetlenül van néhány valóban nagyon érdekes és tényleg nagyon szórakoztató könyve, az egyik legeredetibb, illetve nem, az sem eredeti, és az is egy mindenhonnan összeolózott, de mégis saját jogán működni képes és érvényes gyerekkönyve, vagy hát ilyen kamaszoknak szóló szifije, a Világok világa című könyv, ami utána ilyen 150 oldalas munka, ami arról szól, hogy van egy Kardashev 1-es civilizáció, egy a biológiai létformát már meghaladó civilizáció, amelyik járja az univerzumot, a tudatukat már átmentették vagy egy szoftverbe, és meg akarják érteni a világegyetem működését, ugye az idejük végtelen, és csillagrendszerről csillagrendszerre, galaxisról galaxisra járnak, és mindenhol elhintik a biológiai létezés magvait, vagyis megtermékenyítenek bolygókat, mert azt remélik, hogy talán egy nap, sok milliárd év múlva ott kifejlődik egy intelligens civilizáció, akik talán elérnek majd arra a fokra, ahol ők állnak, és csatlakozhatnak az ő társaságukhoz, mert ők csak pár százan vannak, és időről időre akaratuk ellenére, de elveszítenek maguk közül egy-egy valakit, mert hogy attól még, hogy gépi tudatba mented át a személyiségedet, beszippanthat egy fekete lyuk, megsemmisíthet egy csillagrobbanás, stb. De nem szaporodnak? Nem tudnak már szaporodni, hiszen gépek. Nem tudnak új személyiségek születni, meg új a civilizációjuk érni. Akkor ért arra a fokra, hogy a tudatot le tudja menteni szoftverbe, amikor már csak 500-an maradtak. Sőt, van, amikor vizsgálnak is olyan civilizációkat, illetve olyan bolygókat, ahol ők hintették el az életet, ilyenkor újra anyagi formát vagy biológiai formát öltenek, és ilyenkor derül ki, hogy valójában még milyen közel állnak a valamikori anyagi mi voltjukhoz, mert nagyon vágyják még a szexualitást, az éhezést, a falást, azokat a testi dolgokat, amiket már maguk mögött hagytak. A kevésséget egyébként. És aztán a könyvnek van egy nagyon vicces fordulata, hogy valójában van egy második elbeszélő is a könyvben, vagy egy második narrátor, egy náluk sokkal-sokkal fejlettebb civilizáció, aki ennek a szánalmas kis a biológiai létezés éppen maguk mögött hagyó civilizáció működését figyeli, szánakozással, hogy mennyire kezdetlegesek még. A Kardashev 1-et figyeli. A Kardashev 1-et, igen, de semmilyen módon nem lép velük kapcsolatba, csak lejegyzeteli, hogy mennyire kezdetlegesek még a lépéseik, de egyébként nincs oka és értelme annak, hogy kapcsolatba lépjen velük, annyira kezdetlegesek még. Ez nagyon kifejező ez a kis modell. Igen, és aztán a legvégén ez a Kardashev 1-es civilizáció, ez egy pillanatra érzékeli ennek a másik megfigyelőnek a jelenlétét, és onnantól kezdve ők belőjük hasít, hogy talán nem ők a legfejlettebbek az univerzumban, és talán érdemes keresni a fejlettebbeket, míg ez a Kardashev 2-es tudja, hogy neki már tudatosan keresnie kell azokat, bár ő sem tud a létezésükről. De miért szláv nevük van, és miért névrokonok? Na, és miért kettesnek hívják azt, amelyik a nagyobb rendű? És itt van Nemerei fordulat, hogy a könyv, hogy Nemere a Kardashev 3-as. A könyv azzal ér véget, hogy megszólal egy harmadik narrátor a könyvben, aki érzékeli ennek a Jött Kardashev... Jött a csősz, és mindenkit kizavart az erdőből. Így van, Kardashev 1-es és 2-es civilizációnak a beszélgetéseit, majd megállapítja, hogy mind a két civilizáció teljesen jelentéktelen, és nem érdemes velük foglalkozni. És vajon ezzel a szupercivilizációval, amelyik ezekről mind megállapítja, hogy teljesen jelentéktelnek, és nem érdemes velük foglalkozni, ő jelentős, ő vele érdemes foglalkozni? Hát, és akkor... Ezt majd Kardashev 4-es eldönti. És ha nincs Kardashev 4-es, bocsáss meg, az az aspektus akkor is létezik, amelyben egy Kardashev 4-es létezhetne, és annak abból az aspektusból jelentéktelen a 3-as szint. Érted? Nem kell, hogy létezzen egy magasabb szint ahhoz, hogy mind bármelyik szintről megállapítsuk, hogy jelentéktelen. Ő már így nem létezik. Az annyira, mi az annyira 2020-as a létezés. De mi a jelentősége a létezés? Ha valami jelentős, nem úgy, mint a Kardashev 1-es és 2-es, hanem valami valóban jelentős, annak a jelentőségét ugyan mi adja? Valójában semmi. Semmi. A nagy semmi. Mm-hmm. Azt írja a hallgató. Kisapor és homó vagy mug. Így.
Azt írja a hallgató, a szuperpozícióban létező valóság annyira érthetetlen és értelmezése kérdéses marad máig a legnagyobb fizikusoknak és biológusoknak is, így ezzel együtt a szabad akarat kérdése is rejtve marad a kvantumvilág és az igazság szuperpozíciójában. Hát ennél pontosabban én alig ha tudtam volna megfogalmazni. Csak Nyári Gábor írta le a beszélgetés első negyed órájában. Jó, ez ilyen szép bölcsész megfogalmazás, én mondjuk nem rajongtam szét magamat szerintem, ezért a mondatért. Szerintem a bölcsészet és az arcoskodó proliság szuperpozíciójában vagy, Gábor. Ez így van, és ez mindig is így volt, és így lesz. És ebben tudjuk egymást utánozni is. Már ha lesz olyan, hogy mindig is. Meg ha akarjuk. Ja, de hát ez is eleve meg van írva, hogy mi fogunk itt beszélgetni. Sometimes people make a war, Iniko, Melaniko, Noroksa, Aj, Pappa, Veruapa, Csikidam. A Jódli mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék, az önkényes mérvadó, dalszövegértelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai desztinációnk. Nem olyan rég foglalkoztunk Paksi Endrével, és azt hihetnénk, hogy Paksi Endrébe rúgni, mert ennek nincs igazából túl sok sportértéke, de ezzel szemben van egy nagyon fontos érve, mégpedig az, hogy tök jól esik. A másik pedig ez a szám. Igazából nem tértünk volna vissza hozzá, hogyha nem futunk bele ebbe a dalba, amiben ugye Paksi Endre a 60. születésnapját ünnepli. Na jó, akkor azonosítom akkor azért a két hiányzó tárgyat a mondatodból. Foglalkozni fogunk a Paksi Endre 60-szor című szerzeményével azért, vagy amellett, hogy a Reparatúr Gyán című félre sikerült. Tehát ismét elővesszük, már tényleg minden... A Reparatúr Gyánról még nem volt szó. Nem volt szó. A világ már kibeszélte éppen elegendő minőségben, de hát itt van ez a 60-szor, és annak a kontextusában kénytelenek vagyunk megemlíteni. Hát én azt hiszem, hogy a Reparatúr Gyán az egy himnusz. Az azt gondolom, hogy a szórakoztatásnak meg az alkoholizmusnak a himnusza. Én nem állítom, hogy az alkoholizmusnak nincs jobb himnusza, nem állítom, hogy a szórakoztatásnak ne volna avatottabb himnusza, de hogy a szórakoztatás és alkoholizmus így együtt ennél autentikusabban nem köszön be az arcunkon, az tuti. Hát ugye ez a 60. születésnapra íródott, Paksi Endre 60. születésnapjára, és hát nem lehet nem észrevenni a rettenetes sértettséget és indulatot. Egészen pontosan ez a szám nyíltan beszél erről a sértettségről és indulatról, ami Endre lelkét rágja immáron lassan egy évtizede, vagy több mint egy évtizede azóta a bizonyos debreceni koncert óta, ahol Endre úgy érzi, hogy eljátszotta a becsületét, vagy legalábbis sokan azzal vádolták. Vagy, nem érzi úgy. Vagy... Nem érzi úgy. Igen, hát ezt akarom mondani, neki hogy... annyira. Hogy azzal vádolják mások sokan. Játszották el a becsületüket, és a kiméletességüknek a hiányáról tettek tanúbizonyságot. Magadról beszélsz meg rólunk? Igen. És azokról a kommentelőkről. És hát úgy érezzük, hogy a 60-szor című száma 60. születésnapra azt mondja, hogy itt most bizony eljön a számadás órája, és azzal fog foglalkozni, hogy azoknak a kommentelőknek kell számot adniuk, akik a bántalmazást végrehajtották, de nem vagyok én ebben olyan biztos, meglátjuk, de azért tegyük meg akkor a Reparatúr Gyánnak a kis ismétlését, hogy egyáltalán tudjuk azt, hogy honnan jön a probléma. Na jó. Reparatúr Gyán semmit hány, de ott ungyán hány. Ugye Paksi Endre itt egy mélyebb szintről, az egzisztenciát megalapozó valóságból szól ki. Vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy nyelveken szól. Ez a nyelveken szólás. Én azt hiszem, hogy Jim Morrisonnak soha eszébe nem jutott volna a közönséget, meg a rajongóit megfenyegetni, hogy ő megbosszulja rajtuk azt, hogy mit is?
hogy részegen beellesdízve ment fel a színpadra, és ott nyelveken szólt. Eszébe nem jutott volna. Hát hiszen ez volt a show. Jim Morrison, hát ez volt Jim Morrison. Ez volt maga Jim Morrison és az ő sámánizmusa. Hát ez a rock and roll. Igen. Én nem értem, hogy hogy van az, hogy a Paksi Endre a saját sámánságához nem tud fölnőni, hanem úgy viselkedik itt, mint egy sértett sztárocska. Mármint a 60-szor című dalban. Így van. Nem, az az igazság, hogy a repatarúrgyánban méltó. Méltó a Jim Morrisoni örökséghez. Csak elvárnánk, hogy ebben kitartson. És azt látjuk, hogy ő itt megsértődik. De miért sértődik meg a rock and roll miatt? Ne, semmi szükség Paksi nem volt. Egy ilyen muszáj proféta, olyan, mint Jónás. Tehát ő nem akar az lenni. És csak a megfelelő tudatmódosítók hatására válik azzá, de amikor visszavedlik hétköznapi civilizált polgárra, akkor kiderül, hogy egy kiszerű, átlagos kelet-európai középpolgár, aki undorodik a részeg emberektől, felháborodik, ha valakiről megtudja, hogy esetleg az élete során valamikor drogot fogyasztott, és úgy képzeli el a rock and rollt, hogy ez egy ilyen jól fésült dolog, amikor az ember kijár a színpadra, elénekel néhány olyan dalt, amit mások ugyan bedrogozva és bebaszva énekeltek, bocsánat, berúgva énekeltek el, de neki kelet-európai középpolgárként ez nem dolga, sőt, az előadásmód akkor tisztességes, és akkor igazi, és akkor méltó a magnépéhez, hogyha ő ezt tudatmódosítók hatása nélkül teszi. Úgy látszik, itt valaki Roy Orbison sírja vissza. Igen. A jófélsültségre a rock'n'rollját. Igen. Csak tudod, az magának a rock'n'rollnak a kudarca, amikor Jim Morrison szeretne egy Roy Orbisonná válni. Ez a nem akarok semmit. Ez az a mondás, amiben ki kellett volna tartani a Paksi Endrének, és elnyerte volna a tiszteletünket. De ő sajnos most már akar. Meg akarja ezt bosszulni, és pedig rajtunk, és pedig 60-szor. De miért is? Beszéljünk akkor erről a 60-szorról tényleg. Hogy mit üzen? Hát az van, hogy valaki ugye itt a 60. születésnapját ünnepli. Ugye tudjuk, hogy az 50. születésnap, hiszen beszéltünk ugye az Ákos 50 című számáról is. És fogunk beszélni 60, 70 és 80 című számáról is. Ahogy beszéltünk, reméljük, a 40 című számáról is, van. És mi a legjobbakat kívánjuk. Így van, az ember azt gondolná, hogy az 50 az egy ilyen, az életmű csúcsán tartott, mondjam, összefoglaló, vagy egy ilyen retrospektív gesztus, míg a 60 már, ha nem is az életmű lezárása, de már az életmű vége felé egy ilyen nagy számadás is összegzés. Mm-hmm. Amikor az ember már, hogy milyen, némileg megfáradva, megpihenve, a fájdalmait, a félelmeit, a sérelmeit elengedve összegzi az életművet. Legalábbis én ehhez szoktam annak kapcsán, hogyha valaki megemlékezik a saját 60. születésnapjáról, vagy esetleg mások emlékeznek meg valakinek a 60. születésnapjáról. Ehhez képest Endre rettenetesen dühös. Endre ebben a számban ventilálja ki az összes indulatát, ami az utóbbi 11 évben alakult ki benne annak nyomán, hogy elment Debrecenbe, és ha jól tudom, gyógyszere ivott. Hát, próbáljuk meg elemezni ezeket a sorokat. Hogyha jót teszel, s cserébe rossz, ami vár. Tehát ugye ő így gondol magára, Paksi Endre jót tett, hiszen gyógyszert bevette, ami jó, ráivott, ami megint csak jó, és fölment a színpadra énekelni, ami megint csak jó. Világos, és cserébe a rosszat kapja. A megszégyenítést, a gyűlöletet, mert ő nem méltó a mihez is? A rock'n'rollhoz. A rock'n'rollon kívül talán van valami, amihez nem méltó, de hát ő pont a rock'n'rollnak szentelte oda magát, ahhoz pedig, hogy mondjam, tökéletesen és maradéktalanul illeszkedik ez a fajta hozzáállás. Igen, ráadásul a második, bocsánat, a harmadik, negyedik sorban megint csak önmagához, vagy hát a debreceni önmagához hülyen nyilatkozik. Az agy helyett most jobb, ha a szív diktál, ne sokat filozofálj. Ez a legordenárébb, jó tanács, amit valaha hallottam a magam részéről, hogy ne sokat filozofálj. Azt viszont szeretném érteni, hogy érti azt, hogy de Isten malmai lassan őrölnek, kérlek, ne őrülj meg. Ez mit jelent? Kinek szól? Egyáltalán kinek szól ki a lírai alany? Önmagának szól, a felgyülemlet rengeteg sérülem és feszültség nyomán felszólítja saját magát, hogy még ne őrüljön meg, hiszen neki dolga van, a revenge, ugye bosszút kell állnia mindenkin, aki, ahogy Jay és Néma Bob tette, Andrejt most ugye arra készül, hogy a haverjaival egy ilyen kisebb bandába állva végjárják az összes olyan kommentelőt, aki valaha is nevetett a Márhívón, a szemszédű lányon, vagy a repatarúrgyánon, és egyenként baromira elverje őket. Én úgy érzem, hogy az, hogy az Isten malmai lassan őrülnek téged, pedig emiatt az őrület kerülget, ez az a halálsoron levés. Az, hogy várod az ítéletet, és ez olyan sokára jön.
De hogyha az ítélet ő, tehát amit ti állítotok, hogy ez a 60-szor című szám, ez a kommentelők fölött érzett sértettségről van, amelyről engem még meg kell győzzön ez a dalszöveg, én ezt még nem fogadtam el, hogy ez így van, akkor ő kinek mondja azt, hogy legyen türelme a kommentelőnek, hogy várj, majd jön Néma, Bob és Jay, és majd helyre tesznek. Nem ő, az Isten. Az Isten, nem a Jay és a Néma Bob. Az Isten fogja rajtad elverni azt, és akkor az Endre kacagni fog. Ezúttal nem értek visszajár. Egyet. Nem értek egyet, mert a második sort, ez a második verszakot ugyan még nem hallgattuk meg, de hát ott ugye elhangzik az a sor, hogy ott van az a sor, hogy eljön a számadás órája, nem leszek senkinek adósa, visszaadok minden kamatostól, nem kétszer, nem háromszor, ahogy ezt Tudás Magyi tette, 60-szor, vagyis Endre személyes bosszúra. De nem készül. Biztos, hogy büntet, lehet, hogy tör lesz, lehet, hogy arról beszél, hogy amikor ítéltetik, akkor ő azt a rosszat is, amelyet elkövetett, ő annak az ellenértékét be fogja a megfelelő helyen fizetni. És nem nekünk kell rajta számon kérni. Ezt nem jelentheti? Miért is ez bűn? Bűn az, hogy engem inspirált a Repatarurgyánnak a szövege, meg Paksi Endrének az előadása? Amikor nincs meg a szöveg, ami ugye be van vésve a kőbe, amit ugye elő kéne adni, és akkor ő azt kiáltja, hogy gyerünk, ez engem a Vitár Robi bácsira emlékeztet. Vitár Robi bácsi volt az a futballkommentátor, aki sosem tudta a játékosoknak a nevét, viszont ezt a lexikális tudás hiányát, ezt lelkesedéssel pótolta, és akkor ilyeneket kiabált, hogy megiramodott az a nagyszerű csoki csatár. Ilyenkor lehetett tudni, hogy a bőrszínét meg tudja állapítani Vitár Robi bácsi, de fogalma nincs arról, hogy hívják. Na, itt ugyanez történik, amikor ő azt kiáltja, hogy gyerünk, akkor ő a hiányzó lexikális tudást azt lelkesedéssel pótolja. És ez talán bűn. Ez talán nem egyezik a rock'n'roll szellemével. Amúgy az gyönyörű a Repatarurgyánnak a szövegében, hogy egyértelmű, hogy mi az, amit ő lehívott a transzcendensből, vagy valami teljesen más világból, mert azokat a sorokat nem értem, és az, hogy nem akarok semmit, hadd halljam, azt viszont most ő mondja. Az az unalmas része, az nem része az igének, azt nehogy a kőtábrája vésétek, mint amikor Eszenyi Enikő hozzászavalja a dátumot, meg a várost a nemzeti dalhoz. Akkor most a műsor örök rossz fejeként egy kicsit hat mítoszt romboljak megint. Az Oszit megkértem, hogy készítse be Nancy Sinatra Summer Wine című számát, és ezt hallgassuk meg, legalábbis az elejét hallgassuk meg. Hát ő érezhető hasonlóság. Hát egy az egyben lopta az Endre, inkább így fogalmaznék. De hát szereti, most azt számon kérted az előbb, hogy miért baj, hogy téged megikletett az ő Repatarurgyája, akkor miért baj az, hogy őt megiklette a Summer Wine? Ettől függetlenül, hogy a Summer Wine... Létezik az ihlet, meg létezik az, amikor egy az egybe átemelsz valamit. Én távol álljon tőlem, hogy én ezt számon kérjem a Paksi Endrén, mert nem szeretném 60-szor visszakapni. Ennyi. Igen, ettől függetlenül a szöveg élményértéke továbbra is 100%-os, tehát nem volna semmit az alapból az, hogyha eredeti formájában adta volna elő a másnapos dalt, akkor nyilván számon kérhetnénk Endrén Nancy Sinatrát, viszont az új szöveg ismeretében szerintem Endrének nincs miért szégyenkeznie. Meg amúgy most miért kellett volna tudnia egy Ossian koncert kellős közepén a Summer Wine-nak a szövegét angolul? Én is meglettem volna illetődve. Egyébként visszakanyarodva a 60-szorhoz, én ezen a ponton bevallom őszintén, hogy megsajnáltam Paksi Endrét. Mi is számtalanszor rúgtunk bele, mások is számtalanszor rúgtak bele, és itt van egy ember, számos aki... szor valójában. Jó, igazad van. Megint a tudomány és a filozófia. Megint a humán szakos, a reál szakos, igen, vitatkozik. Akkor ki tudja hányszor? Ki mindeneket tudja, azt tudja csak hányszor. De hogy szóval, hogy itt van ez az ember, aki mögött áll végül is egy komplett életmű. Hiszen 30 éve az Ossian frontembere, kevesen tudják róla, de egyúttal egy krimi ponyva szerző is. A 90-es évek közepén megjelent több viszonylag olvasott ponyva krimije. Tudjátok, ez a Jim ekkor még nem tudta, hogy az ajtó mögött ott lepül a magánnyomozó, aki kicsit még mindig alkoholista, és a mindig töltve holdja a revolverét, és néha lefekszik a titkárnőjével. Ilyen szaxofonzenére csinálós. Igen, szaxofonzenére csinálós. Írt ilyen ponyvákat is, és
bevonulhatott volna a magyar rockzene Hall of Fame-jébe, vagy felmászhatott volna a Parnassusra, vagy mit tudom én, hogy szokás ezt mondani. És akkor tessék, jött ez a debreceni koncert. Ez baromi igazságtalan a sorstól. Ugyanis Magyarországon mi nem úgy szokás... Mi mégis lovagolunk rajta. Igen, nem, Magyarországon nem úgy szokás. Na azért, mert a legtöbbet ezen röhögünk. Hát most nem kéne arról beszélnünk, ami a legtöbb vidám önfelett percet szerezte nekünk. Nem kéne megosztanunk a saját jókedvünket a hallgatókkal, csak azért, hogy majd ne kapjuk vissza 60-szor az Endrétől. Hát akkor visszakapjuk. Hát akkor várjuk a bosszút, Endre. Itt egy Szabó Péter tréning kellős közepén találjuk magunkat. Egyrészt ugye... Nekem Molnár Krisztián jutott eszembe. Illigyek vagytok. Hány feliratkozód van, kedvesként? Igen, hát igen, de ez minden semmire kellő celebnek az instant reakciója bármilyen kritikára. Ez az irigy kis lélekkel gátolnak, szólnak be. Csinálják, ha élvezik és megnyugszanak. Látom a nyomorukat. Hát igen, itt most magunkra ismertünk, Endre. A következőben pedig már egyre beljebb hatolunk a trénerbe, ugye a tréner szemlélet világába, ahol úgy fogalmaz, ha eléred a vágyaidat, céljaidat, látják, hogy boldog vagy. Ugye a boldogság az a vágyak eléréséhez tartozik, nem a vágyak eloszlatásához, nem ahhoz tartozik, hogy az ember megelégszik azzal, amilyen van, de hogy is, vágyni kell valami lehetőleg jó nagyra, és azt el kell érni, és akkor majd boldog leszel. Nem igaz, Endre, ebben látod például tévedsz. Soha életemben eszembe nem jutna megkérdőjelezni azt az állításodat, hogy táputót ugyan ápat ajnalom, de ne haragudjál, ezt a mondásodat viszont, hogyha eléred a vágyaid a céljaidat, akkor leszel boldog. Ezt viszont meg ne haragudj, de vitatnom kell. Arról van szó, hogy a vágyak, a célok elérése, hogyha még oly nehéz és még oly távlatos célokat tűztél ki magad elé, egy ürességet eredményez, és újabb célokat kell kitűznöd, hogy az ingatag lelki világodat megőrizd. Itt a probléma az az, hogyha berendezkedsz arra, életmódszerűen berendezkedsz arra, hogy a céljaidat meg a vágyaidat hajszold, akkor az elérésükkor elveszíted az életednek az értelmét, a struktúráját, és csak egy újabb cél kitűzésével vagy az öngyilkossággal tudsz egy ilyen válságból kijönni. Nem értek megint csak teljesen egyet, illetve tulajdonképpen 99%-ban egyetértek a diagnózissal, de az utolsó mondat mégis fontos. Mondj már egyszer 51-et, jó, vagy 70-et. Legyen akkor 73,5. Egyébként nagyjából annyi. Az utolsó mondat ugyanis fontos. Ha látják, hogy boldog vagy, tényleg leszállnánk Endréről, ha látnánk, hogy boldog. Tehát, ha látnánk, hogy elégedett azzal, ami ott 2009-ben Debrecenben történt. Nem azzal, a bosszúval kell elégedetnek. Ha érteni ő is, hogy semmi szégyelnivaló nincs egy ilyen pillanatban, hiszen ő ezért szerződött rockzenésznek. Hát igen. De ez a rockzené, szerintem a rock'n'roll félreértéséről tanúskodik az, hogy ő itt most átkozódik. Nem? Igen, valójában mindenkit azt húzott fel, és az eleve a modoros, mert bocsánat, de rettenetesen modoros és meglehetősen kiszerű keretek közé szorított magyar rockzene élvezete és eljátszása, és annak a nagyszerűségének a mimelése is felhúzott már egy csomó mindenkit, de ezek az emberek soha nem jelentek volna meg Endre közelében, illetve nem hallgattak volna Paksi Endrét, ha nem született volna meg a Márhívó. Ilyesfajta viszont, hogy megszületett a Márhívó egy olyan pillanat nyomán, amiben a rock and roll elnyerte a maga eredeti formáját, Endre megidézte ezzel magát a rock and roll-t, a rock and roll szellemiségét, és csatába hívta azokat, akik az eredeti rock and roll-ra vágytak. Ennek én a helyében örülnék, és Endre, azt üzenjük innen, hogy legyél boldog, ne akarj bosszút állni, hanem éld át újra azt a pillanatot, amit ott a színpadon átéltél. Akkor és mi is csak erre vágyunk, hidd el. Igen, mert akkor egyébként tényleg nagyon nagyszerű volt, amit csináltál. De hogy van ez a szöveg itt? Azt mondják, a túlélés a nagy bosszú, ez egy felsorolás, vagy pedig egy azonosítja, hogy a túlélés az a nagy bosszú? Igen, azonosítja, igen, és arról beszél, hogy ha ő ebből, ennek az egófájdalmából ki tud jönni, hogy volt egy debreceni koncert, ahol méltó volt az ő nagy elődeihez, Jim Morrisonhoz, meg hát tudod, ezekhez a rock'n'roll sámánokhoz, ha ezen túl tudja tenni magát, az már a bosszú, az már az ő bosszúja, ha a következő lemezre összerakja magát. A 70-szer című szám szóljon arról, hogy 70-szer is odaállna a színpadra. Ezt kívánjuk. Így van. Na most, hogyha nekem választanom kéne, hogy mit mondjon Paksi Endre a próféta, és mi az, amire emlékezzenek, az legyen-e, hogy ne forgott udán herpat hajgalom, vagy pedig az legyen, hogy eljön a számadás órája,
az eldobott kő a fejedre száll, minden jó és rossz visszajár, hát én az előbbire szavaznék. Én megmondom őszintén, tehát, hogy ha választhatok egy prófétát magamnak, és azt szeretném, hogy ő jelölje ki azt az utat, amit be kell járnom ebben a földi síralomvölgyben, akkor sokkal inkább a repatarúrgyán az, amiben megszólítva érzem magam, és a magam szerepét és helyét. Nem fogja megnyugtatni. Én még mindig nem vagyok meggyőzve, bár itt a második verze az rettenetesen egy személyes dologról szól, és nem egy jó tanács a bárkinek, de úgy látom, hogy hallgatóból is akad olyan, aki azt állítja, hogy tévúton járunk, azt írja, egyáltalán nem a részek koncert sértettségéről szól a dal, a világgal való szembenállás, az üldöztetés témája, visszatérő 86-tól az Ossziánnál, nem maradjátok bele, tehát ezek szerint a paranoid jelleg az nem új, Robi. De nem, hát lehet, hogy arról van szó, hogy ettől nagy lírikus a Paksi Endre, hogy mindenki a saját nyomorúságát, a saját szerepét, a saját nyomorult kis kötődését, viszonyulását Paksi Endréhez bele tudja látni. Miért nem egy megváltó státuszt látok ebben? Miért nem az van, hogy 86-tól hirdeti az üldözöttségnek a formai mítoszát, hogy értsük meg, hogy milyen azt elkövetni, átélni, kiérdemelni, vagy áldozatának lenni majd, a sorsát azonosítja vele, és előlép a nagy alkotásával 86-hoz képest 2009-ben, két évtizeddel később, és megmutatja, hogy nos, akkor erről beszéltem. Nem csak prédikáltam azon a dombon, hanem keresztre is feszítettem magam. Igen, de tudod, én amikor 60-szor akarnak rajtam leverni valamit, én nem a messiást látom, én a dühött prófétát látom. Lehet, hogy rosszak a fogalmaim a messiásról, lehet, hogy ezt a Jézus Krisztusi dolgot át kéne gondolni még egy párszor, de én mégis inkább ezt a dühött ószövetségi prófétát látom felbukkanni. Hát mi ezt láttuk ki belőle? Boldog születésnapot kívánunk minden évtizedben és minden évben Paksi Endrének, ennek a terheihez pedig, vagy elviseléséhez pedig elég erőt. És hogyha van szabad akarat, akkor mi gyógyszerre alkoholt kívánunk. Ez volt az önkényes mérvadó mára, Nyári Gáborral, Hello. Róberttel és Horváth Oszkárral. Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Juliant és Martint várjuk vissza hétfőtől szerdáig 16 órától itt, a Spirit FM 87.6-on, az önkényes mérvadó műsorsávjában.